változása és az a biztonsági helyzet romlása teljesen indokoltá teszi azt a felgyorsított ütemű munkát, amit végzünk. És ez bizony néha konfliktusokkal jár, és ez bizony néha értetlenséget szül, és változást igényel, és ahhoz szükségünk van az önök támogatására, mint korábban szolgált teljesítők, ezáltal a rendszer ismerői, ezáltal hitelesek, de mint szülők, vagy társak, vagy tanácsadók az életben másoknak, akik most aktívan szolgáltat teljesítenek. Magyarország egy átfegyverzés mellett, egy NATO-kompatibilis, modern, 21. századi átfegyverzése mellett döntött, és ezt végre is hajtjuk elszántan, meg is van hozzá a költségvetési forrásunk, hiszen tavaly már elértük a NATO által is elvárt 2%-ot, ez egy folyamatosan növekvő magyar GDP mellett nagyon komoly összeg. Ez az év a légierő éve lesz, amikor megkötöttük a svéd barátainkkal azt a megállapodást, amely kiegészíti az eredeti szándékok szerinti méretűre növeli a Gripen flottánkat. Ez egy kiváló repülőgép, rendkívül elégedettek vagyunk vele, és ezen keresztül lesz komplett ez a képesség. Érkeznek az E-39-es kiképző repülőgépeink is, ebben az évben már néhány darab belőlük. Az Airbus helikopterflottánk folyamatosan épül föl, a 145-ösök benn vannak, a 225-ösök majd ezután érkeznek. És zajlik az orosz-ukrán háború tanulságai alapján új típusú modern eszközök beszerzése is. Magyarország drónokat is fog gyártani. Különböző méretű cirkáról lőszertől, föl egészen a széles fesztávú felderítő és csapásmérő drónokig. Mi a kormányzati célkitűzés a honvédségnek a kialakításával? Egy olyan stabil, ütőképes hadseregnek a létrehozása, ami biztosítja a magyar emberek a mi biztonságunkat. Ugyanakkor a NATO-nak hasznos tagja és teljesíti egyébként a NATO és EU kötelezettségből fakadó elkötelezettségünket.